vagy azt mondom globalizmus, azok mindig a népre hivatkoztak. Mindig azt használták ki, hogy a nép többsége kényelmességi alapon dönt. Nem elvi, nem szeretetbeli, nem igazságbeli, hanem kényelmességi okból dönt. Műszaki ember vagyok. Ismerjük a normális eloszlást? Érvényes az emberre is. A normális eloszlás nem azt jelenti, hogy tudásban, érzelemben, szellemben mindenki uniform, egyenletes. A normális eloszlása az, amelyik a központi eloszlás tétel alapján bármilyen eloszlásban is lehet bármi, összességében mindig a normálishoz tart. És az ilyen. Értjük? Tehát a népszavazás sosem állít helyre semmilyen törvényt. Itt van a gond. És ezért fontos a kétharmad kérdés, ezért fontos ki szavazhat, ki választhat, ki nem. És csak akkor jutunk el egy alkotmányos rendszerhez, egy igazságorientált rendszerhez, hogyha mi magunk el tudjuk fogadni, hogy akár én nem szavazhatok bizonyos kérdésben. Nem, nincs hozzászóló, nincs demokrácia. Következő hozzászóló, Horváth Attila. És végre egy alkotmánybíró. Hiszen ez a rettenetes 20. századnak a problémáit nyögjük ma is, tulajdonképpen azt lehet mondani, tehát a kommunista rendszerek és a különböző megszállásoknak a problematikáját. Tehát mindez ugye kezdődik az első világháborús vereséggel, amelynek a káoszát használják ki ugye Károlyi Mihályék, tudva levő, hogy akkor 40 ezer katonaszökevény volt Budapesten, és tulajdonképpen ez az egész Őszi Rózsás forradalomnak nevezett akciót, ezt igazából ők szervezték, azért, hogy ne vonják őket felelősségre a frontról való elmenekülésük, gyáva elmenekülésük miatt. Ezért volt az, hogy letépték a rangjelzéseket, és ugye, ahogy itt Varga Tibor is helyesen mondta, nem Őszi Rózsát, hanem krizantémot, ugye kirabolták a halottak napjára félrerakott virágokat tartalmazó raktárakat, virágboltokat, és volt két katonatisztet, agyon is lőttek, mert nem volt hajlandó leszedni a rangjelzését. Azt mondta, hogy ő ezért a vérével, bátorságával szolgált meg, azt ott azon nyomban agyon lőtték. És azt a Lékai Jánost viszik körbe, ugye hol tartunk 48-szor, amikor Táncsicsot, a sajtószabadságnak a hősét viszik körbe, ugye Pest-Budán. Most azt a Lékai Jánost, aki megpróbálta megölni Tisza István, de azt se tudta, hogy kell kibiztosítani a fegyvert, és a kibiztosítás nélküli pisztollyal próbáltottan lőni. Őt viszik körbe nagy bátran, és szabadították ki a börtönéből. És hát ugye a másik azt, hogy azt mondják, hogy azzal próbálják legitimálni, hogy forradalom. Na most hát ezt mindenki tudja, hogy forradalmat csak despotizmus, diktatúra szemben lehet lefolytatni. Az osztrák-magyar monarchia jogállam volt. Minden egyes probléma esetén a közigazgatási bírósághoz, vagy valamilyen más bírósághoz lehetett, vagy rendes bírósághoz lehetett fordulni. Tehát egy ilyennel szemben azt mondani, hogy ez egy forradalom, miközben annyi történt csak, hogy a király, IV. Károly, Károlyi Mihályt tette meg hosszas húzavona után miniszterelnökké, aki ezt az esküjét gyorsan visszaszívta, és azt mondta, hogy akkor mostantól kezdve itt a köztársaságnak nevezik ezt a berendezkedést. De már arra nem volt bátorságuk, hogy választásokat írjanak ki, mert tudták, hogy azt elveszítenék, és hát ezért kellett továbbra is ezt a forradalomra való hivatkozást emlegetni, ugye, ami azt jelentette, hogy teljes mértékben szembeszegültek a magyar történeti alkotmánnyal, a Szent Koronatannal, a Szent Koronával, ugye például a Szent Korona őrségét leváltották, kész csoda, hogy nem történt valami baj ez alatt, az idő alatt. Aztán egészen gyáva módon kiengedik a puccsot végrehajtó Kumbéláikat, a Károlyi Mihály eljárási kegyelmet akar adni Kumbélának, és ezért a gyűjtő fogházból, ahol rendőrgyilkosság és összeesküvés, államellenes összeesküvés miatt voltak ugye fogva, tartva, 36-an,
onnan kiszabadulnak, és Károlyt lemondatják, és elkezdik ugye a tanácsköztársaságot, ami szintén egy illegitim berendezkedés, hiszen a 1918-as szovjet alkotmányt próbálták megvalósítani, és azért hozták a irracionális intézkedések sorozatát, mert Lenin elvtársról akartak majd jó pontokat szerezni. Ugye abba bíztak, ez volt egyetlen reményük egyébként, hogy a szovjet hadsereg elér Magyarországig, és akkor már mi, akkor szovjet tagköztársaság leszünk 1919-től, hogy ez volt Kumbéláiknak a reménye. Ami nem sikerült, hiszen gyakorlatilag a nép zavarta el őket a végén. Ez kevésbé ismert, hogy amikor felszállnak a vonatra, akkor a vörös őrök puskatussal kergetik el az embereket, hogy ne lincseljék meg Kumbéláikat, úgy menekültek el Magyarországról, Ausztriával, ahol befogadták csak a népbiztosokat. A vörös őröket, akik védték utolsó pillanatig, azokat Hegyeshalomnál leszállították, és azokat aztán itt elfogták, de a Kumbéláik így menekültek meg. Ugye majd Sztálin elvtárs intézkedett az ő sorsukról, mert 14-et közülük ő végeztetett ki ezek közül, a népbiztosok közül. És hát akkor jön ugye az úgynevezett népköztársaság időszaka, ez a Pejdül-féle kormány, aminek semmi legitimitása nem volt, hiszen csak egyszerűen azt mondták, hogy mostantól kezdve akkor mi vagyunk a kormány. Majd jön a Friedrich, aminek a legitimitása már érdekesebb, mert őt ugyanaz a Homo Regius József főherceg tesz meg miniszterelnöké, aki egyébként Károlyit is elvileg. Csak ugye erről a tankönyvekben nem nagyon emlékeznek meg, hogy tulajdonképpen nem sok különbség van, ugye mindenki csak a Károlyi féle köztársaságról, népköztársaságról beszél. Friedrichék viszont ők már nem népköztársaságot, hanem köztársaságot vezetnek be, úgy írják át a körbélyegzőiket. És ez azért is érdekes, mert ők hoznak egy olyan rendeletet, ami alapján az 1920-as nemzetgyűlési választásokat lebonyolítják. Ugye, mert itt egy nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy hogyan tudják az alaki és az anyagi jogfolytonosságot 1920-ban visszaállítani. Ugye sajnálatos módon ugye az ország területét a nagyhatalma kijelölték, az új csonka területét, és hát ezen a területen kellett valamilyen módon provizorikusan megszervezni mindezt, és hát jobb hiány, mert ilyenkor így a tyúk vagy a tojás, tehát hogyan kezdjük el az egészet, valahonnan el kell kezdeni, tehát valamit kell tenni. Hát ez a Friedrich féle egyébként elég széles választójogi rendeletet, tehát elég széles körbe adta meg a választójogot. Ugye először például a nőknek is, és ennek hatására a Slakta Margit be is kerül a parlamentbe, tehát ugye mert nem csak aktív, hanem passzív választójogot is ad, tehát meg is választhatóvá is válnak a nők 1920-tól, amit egyébként már nem lehetett elvitatni tőlük, hiszen az első világháborúban, amikor a férfiak a frontra vonultak, a nők helytálltak az országban, tehát nem lehetett azt mondani tovább, hogy nekik nem adják meg a választójogot, és ez így történt ugye Európában. Legutoljára a Svájcban 1967-ben, tehát a rendkívül demokratikus Svájc csak 1967-ben adta meg a nőknek a választójogot. Ugye addig úgy gondolták, hogy azért jobb, hogyha a fakanál mellett maradnak, mondták ezt a demokratikus svájciak. És ilyen módon került sorra a nemzetgyűlési választásokra, ami szintén egy új dolog, tehát ilyen nem volt a magyar alkotmánytörténetben, de hát valahogy vissza kellett térni az alaki és az anyagi jogfolytonossághoz, és ilyenkor az már nem volt járható út, hogy a 1910-ben megválasztott képviselőket hívják vissza, és valahogy ővelük próbáljanak operálni, és ez sokkal alkotmányosabb megoldásnak tűnt akkor 1920-ban, és hát egyébként ideglenes megoldásnak tűnt 1920-ban a nemzetgyűlés összehívása, ami szintén addig nem volt Magyarországon. Ugye mi a különbség a nemzetgyűlés és az országgyűlés között? A nemzetgyűlés az mindig egykamarás, és rendkívüli helyzetekben, tehát például ilyen alkotmányos válság időszakában hívják össze. Egyébként ilyen szempontból következetesek voltak 1944-ben, amikor Sztálin születésnapjára, december 21-ére összehívják az ideglenes nemzetgyűlés, mert ugye azt mondják, hogy ideglenes, és azt, hogy nemzetgyűlés. Tehát próbáltak ott olyan gesztusokat gyakorolni, hogy ne legyen olyan feltűnő, hogy itt most már egy teljesen más világ van, ugye a szovjet megszállás világa, ekkor még ilyen látszott intézkedések voltak, hogy úgy tűnjön, mintha minden rendben lenne. Sőt, ugye a debreceni nagy templom mellett a református kollégiumba hívják össze, ahol 48-49-es szabadságharc alatt is üléseztek a Pestről oda menekülő miniszterek, illetve képviselők. Tehát így kerül sor a nemzetgyűlési választásokra egy széles
választójogi rendelet alapján, és aztán hát nekik kell ugye megteremteni a jogfolytonosságot, és ez, ahogy itt már elhangzott előzetesen is, az 1920. évi első törvénnyel történik meg. Úgy gondolták, hogy nagyon rövid időn belül ez a helyzet rendeződni fog. Reménykedtek a revízióban, és reménykedtek abban is, hogy majd lesz Magyarországnak újra királya. Abban nem tudta csak megállapodni, hogy ki legyen a király. Ugye két vélemény csapott össze, az egyik, ugye a legitimisták azt mondták, hogy, és ebben egyébként igazuk volt sok szempontból, hogy ugye a IV. Károly lemondása az nem volt törvényes, hiszen nem csak, hogy nem is nyilatkozik erről, hanem az Eckartszó nyilatkozatában csak azt mondja, hogy lemondok az ügyek viteléről, tehát tulajdonképpen csak azt mondja ki, ami a valós helyzet volt, hogy tulajdonképpen én nekem most már semmi esélyem arra, hogy én bármilyen módon is itt, mint államfő tovább működjek. Egyébként ezt már Ausztriában előtte megtette, tehát ez már csak egy második ugyanilyen nyilatkozata volt. De ez egy olyan papíros, aminek a magyar alkotmány szerint semmilyen joghatolása nem volt, hiszen miért? Mert az országgyűlés erről nem szavazott, és hát természetesen a miniszter sem, valamelyik miniszter sem ellenjegyezte. Tehát a királynak az intézkedései csak miniszteri ellenjegyzéssel érvényesek. Tehát ez minden szempontból legitim uralkodó volt elvileg IV. Károly. Az más kérdés, hogy amikor vissza akar térni Magyarországra, akkor ezt az antant hatalmak megakadályozzák, megzsarolják Magyarországot, hogy azon nyomban megszállják Magyarország területét, ami ugye teljesen akkor leszerelt állapotban volt, tehát nem voltak gyakorlatilag katonák Magyarország területét, és még a megszállás költségét is Magyarországnak kell fizetnie, ugye ez volt az álláspont. És akkor ugye marad a kormányzó, mint ideges megoldás. A másik álláspont pedig az volt, hogy akkor visszaszáll ugye a nemzetre, az országgyűlésre a szabad királyválasztásnak a joga, tehát akkor válasszunk egy új királyt. Itt csak egyetlen egy gond volt, hogy nem tudtak ebbe dönteni. Tehát sajnálatosan felmerültek nevek, gondolkodtak ezen, de igazából nagy konszenzus ezen nem volt, és közben meg egyre jobban meg voltak elégedve Horthy kormányzói jogkörével, olyannyira, hogy elkezdték kiterjeszteni. A rendszerváltás előtti tankönyvek mindig azt mondták, hogy ez volt a fasizálódásnak a folyamata, hogy Horthynak egyre nagyobb jogköröket adnak a folyamatban, ugye már 1920-ban, az 1920. évi 17. törvényszék már ezt teszi. A valóságban pont ellenkezőleg. Azért terjesztették ki Horthy jogköreit, hogy a szélsőséges eszmékkel szembeszegüljön. És a szélsőséges eszmék térnyerését megakadályozza. Tehát ugye ott volt például egy óriási veszély, hogy ugyanaz bekövetkezzen, mint Németországban, ahol Hitler bár nem apró többséggel, de megnyeri a választásokat, és egy diktatúrát vezet be. Nálunk is német pénzből, ugye érdekes, hogy már akkor is voltak ilyen esetek, finanszírozták a nyilas és egyéb szélsőséges pártokat, akik, és ezt hangsúlyozzunk, mert ez fontos, ez is kevésbé ismert, akik tagadták a történeti alkotmánynak a jogosultságát, és bár sok mindent mondtak, de ez az egyik legfontosabb szempont, és ezek a német márkával működő pártok, hogyha megnyerték volna a választásokat, akkor Horthy tudott volna vétót emelni az ő általuk meghozott törvénnyel szemben, tehát például egy felhatalmazási törvényben, ami Németországban is történt, illetve Horthynak a felelősségre vonását is kivették ebből a jogszabályból, tehát hogy az se lehessen, hogy lemondassa ilyen módon ugye az országgyűlés Horthyt és leváltsák, és mondjuk helyette mondjuk teszem a Szálasit nevezzék ki kormányzónak. Tehát ezért történt meg a kormányzó jogkörének a kiterjesztése, és hát aztán így jutunk el a következő szomorú dátum még 1944. március 19-ig, amiben egyébként ma is sokan vitatják, hogy hát Magyarországot akkor megszállták. Tehát ez egyértelmű. Hát itt nincs. Azt mondják, hogy hát mégis volt valamilyen szuverenitás Magyarországnak. Hát semmilyen szuverenitása nem volt Magyarországnak. Itt vannak a német megszálló csapatok, aki élesen szembeszegül a német megszállókkal, azokat leváltják, a gestapo sorra tartóztatja az ember,
embereket, ugye ismert, hogy Balcsi Zsirinc kezdve még tűzpárbajt is vív velük, és így kerül az ő letartóztatására. Tehát ez nagyon fontos, ezt a dátumot mindenképp jegyezzük meg, hogy Magyarország 1944. március 19-én elveszítette szuverenitását. És ezt nem nyeri vissza, ugye a 1945-ben se, amikor a Szovjetunió úgymond felszabadította, ugye tudjuk, mondták is akkor keserűen, hogy Magyarországot három dúlás érte történelme során, a tatárdúlás, a törökdúlás és a felszabadulás. És apámnak volt egy tanára a Bencéseknél, aki azért kapott 3 évet a népbíróságtól, mert többek között ezt mondta el a Bencés gimnáziumban az órán, hogy a rossz szónak a fokozása, melléknevi fokozása, a rossz, orosz, porosz sütötte el ezt 1945-ben, ugye nagyon találó volt ez a dolog. És akkor térjünk át a 46. évi első törvényre. A 46. évi első törvénye, emlékeznek, van ez a régi mondás, hogy megkérdezték a plébánost, hogy miért nem harangoz. És akkor mondja, hogy 1000 oka is van, leginkább az, hogy nincs harangunk. Tehát az 1946. év első törvény az úgy, ahogy van, alkotmányellenesen született meg. Hát az alaptörvényben is az ott van, hogy 1944. március 19-én elvesztettük a szuverenitásunkat. Az kétségtelenül árnyalja a képet, hogy 45-ben azért egy olyan választás zajlott le, ami relatíve szabad volt, és hát ebből ki is jött az, hogy 57%-kal óriási arányban. Tehát ez listán 57%-ot elérni, az hihetetlen eredmény, ilyen körülmények között, szovjet megszállás alatt. Képzeljék azt el, hogy ha egyéni választókerületes rendszer lett volna akkor Magyarországon, mint ami most ugye Amerikában, meg Angliában, tehát az angol száz területeken van, meg Magyarországon a monarchia időszakában, az Osztrák-Magyar monarchiában is ez volt, akkor egyetlen egy baloldali képviselő nem lett volna az országgyűlésben. Gyakorlatilag csak kisgazdák nyertek volna minden választókerületben. Rákosi Zala megyében indul el, és neki 12 ezer szavazatot kellett volna összeszednie listán, hogy bekerüljön, és 6 ezret kapott, 6 ezret egész Zala, és akkor másodon kellett hozzá csempészni szavazatokat, és akkor büntetésképpen elvette Zala megyétől, Zala vármegyétől a Balaton felvidéket, mert addig egészen ugye Balaton Füredig az Zala vármegyéhez tartozott. Ez volt a büntetése, és odaadták Veszprémnek ezt a területet, így büntették meg. Tehát azért ez árnyalja a képet, ez kétségtelen, de ennek ellenére a 46. évi első törvényt azt én nem tartom legitimnek, bár van egy érdekessége, hogyha valakinek van egy kis ideje ennek utána nézni, nekem ugye nincs, mert rövid az előadás, van megszabott idő. Ha megnézik, nagyon ravasz volt a történet, mert készült egy kisgazda javaslat, amiben ott van például a Szent Korona is, egyébként a kisgazdák által elkészített törvényjavaslat. Készült, egyébként Varga Béla mondta azt, hogy én legitimista vagyok, vagy aki a szentgyűlés elnöke is lesz, hogy én legitimista vagyok, de most nem tudjuk megakadályozni ezt a mert olyan nyomás alatt vagyunk, hogy nekünk ezt meg kell alkotni, ezt a jogszabályt, és akkor amit nem tudsz megakadályozni, állj inkább az élére, ezért gyorsan megalkották a kisgazdák a saját 46. évi első törvényre szóló javaslatukat, amit persze nem fogadtak el, egyedül a preambulumra tett javaslatukat, igen. A kommunisták egy nevetséges fészművet hoztak létre, ami bizonyította azt, hogy még megfelelő jogászuk se volt akkoriban, és hát aztán végül az igazságügyi minisztérium törvényelőkészítő osztálya készítette ezt a 46. évi első törvényt, de hirtelen onnan szedjenek össze paragrafusokat? Hát nem tudtak más csinálni, akkoriban még nem volt ilyen plágiumkereső program. Az 1920. évi első törvényből, a Horthy kormányzói jogkörét taglaló törvényből másoltak át egyes szakaszokat. Aztán ugye megszületik a 49. évi 20. törvénycikk, ami minden szempontból egy fiktív alkotmány, semmilyen legitimitása nincsen, hiszen már még olyan választások sem történtek, mint 45-ben. Egyetlen egy párt indult el a választásokon, egy lista. A szavazás az úgy történt, hogy bejött valaki, megkapta a papírt és bedobta, az volt az igen szavazat. Nemmel is lehetett elvileg szavazni, alul volt egy kis rubrika a papíron, és azt kellett volna akkor beixelni. De hát az ugye gondolják el, ott ülök a
vagy ott állok a bizottság előtt, igazoltam, hogy én ki vagyok. Majd nem mint egy igazi proletár, ugye bedobom a papírt, rá se nézek, dobom be, ugye, mert mondták is, hogy ne is nézze meg, mert a szavazás titkos, tehát ne is nagyon foglalkozzon ezzel, és akkor, hanem ugye megpróbálja beixelni, nos ez úgy történt volna, hogy elmegyek a kis függönybe, hát már ugye árulkodom, miért megyek oda be? És akkor ott megpróbálom beixelni de ott olyan toll volt, ami nem fogott. És akkor elhúzom a függönyt, és akkor kiszólok, hogy elnézést, nem fog a toll. Tehát inkább oda kell menni, tessék, tartjam, adják a bilincset, ne húzzuk az időt, esünk túl rajta. Tehát ez volt a 49-es választás, ami nem is volt választás, és onnantól kezdve egészen ugye 90-ig nincsenek valódi választások Magyarországon. Vagy egy lista indul, vagy később egy képviselő jelölt indul el a választókerületben, akkor nem voltak ilyen izgalmak, hogy úristen, ki győz, meg jó sikerült-e a kampány, vagy nem jó sikerült, mindig megválasztották őket. És akkor így jutunk el 1989-hez, és akkor itt jönnek az újabb problémák, hogy tulajdonképpen mit kezdjünk ezzel az egész rendszerváltozással. Ugye, ez nehéz elmagyarázni a laikusoknak, és elnézést, hogy ezt így mondom, én nem semmilyen jogászi felsőbb rendűség nincs bennem, tehát higgyék el, csak hát ez mégis ez is csak egy szakma, bár mindenki ért hozzá, mint megtudtuk, ugye, majd én is tervezek házat, vagy nem tudom, hogyha úgy adódik. Tehát, hogy most lehetett volna a szovjet megoldást csinálni, amit a Szovjetunióban csináltak egyébként 17-ben, hogy minden korábbi jogszabályt hatályon kívül helyezem. Viszont ez azt eredményezte volna, hogy gyakorlatilag semmilyen jogszabály nincs, és teljes anarchia. Hiszen nem lehetett volna olyan gyorsan új jogszabályokat alkotni. És ezért azt a megoldást alkalmazták, amit 1861-ben Deákék az országbírói értekezettel, gyakorlatilag az ellenzéki kerekasztal, nemzeti kerekasztal is, és utána a 90-es országgyűlés is, hogy átnézték azokat a jogszabályokat, amik nagyon-nagyon-nagyon törvénytelenek és alkotmányellenesek voltak, és azokat elkezdték eltörölni. És ezért volt az akció populáris is egyébként a alkotmánybíróságnál, hogyha valaki szólt, hogy találtam egy olyan jogszabályt, ami alkotmányellenes, akkor azonnal az alkotmánybíróság semmisítse meg, és akkor történtek ezek. Másrészt viszont elkezdtek a törvénygyárja, beindult 90-től, és megpróbálták a jogszabályokat meghozni. De mivel nem volt meg ugye az MDF kisgazda kereszténydemokrata koalíciónak ugye a kétharmados többsége, ezért új alkotmányt nem tudtak alkotni. Csak a nagy nehezen, ugye mindig az SZDSZ-szel kellett alkudozni, mert a kétharmadért, már azért is, hogy a kétharmadot lecsökkentsék, már azért is az SZDSZ-szel kellett alkudozni, mert egyébként eredetileg szinte minden kétharmados törvény volt 89-es módosítás szerint, ezt a kommunisták tették be, attól féltek, hogy ugye nekik, tudták, hogy elveszítik a választásokat, de úgy gondolták, hogy legalább egyharmaduk lesz. És hogyha legalább egyharmadunk van, akkor meg tudjuk akadályozni tehát több mint egyharmad, akkor meg tudjuk akadályozni ilyen módon ugye azokat, hogy minket felelősségre vonjanak. De hát végülis nem a kommunisták miatt nem volt meg a kétharmad, hanem az SZDSZ miatt nem volt meg a kétharmad, és akkor nem tudták gyakorlatilag keresztül vinni az akaratukat. Aki a Blokád című filmet megnézi most, azért sok mindent megért ebből a helyzetből, hogy ott mik voltak. Képzeljék el azt a helyzetet, hogy például beszélek a Rabárral, aki a pénzügyminiszter volt, hogy első nap bement a pénzügyminisztériumba, és a portás mondta, hogy van enged belépője. Hát mondta, hogy én vagyok a miniszter, és akkor én meg a római pápa. Tehát úgy vették át a hatalmat, hogy gyakorlatilag semmi hatalmuk nem volt a kormánynak, és mindenki maradt a helyén, mindenki. Senkit nem tudtak leváltani, senkit nem tudtak elküldeni, minden ott volt, ahogy volt. Egyébként itt elhangzott, hogy az MSZP jogutód az MSZMP-nek, hát olyan értelemben igen, hogy azt mondta magáról. De valójában, ha megnézik, a Magyar Szocialista Munkáspárt megszűnt, majd 26 magánszemély elment a bírósághoz, és azt mondta, hogy ők létrehoznának egy új pártot, a Magyar Szocialista Pártot, és az egyesületi törvénye ugyanúgy új párt volt, mint az MDF, az SZDSZ, a Fidesz, meg a kisgazdák, meg az összes többi. Tehát nem semmilyen jogfolytonosság nem volt. Az más kérdés, hogy ahogy mondták, ugye Marxot meghagyták tűrmeréknek, a tőkét pedig magukkal vitték, ugye azt, hogy ezt sokszor elmondták abban az időszakban. És most az alaptörvényről, hát ugye
Végre eljutottunk odáig 2010-ben, hogy kétharmados többséggel megválasztottak egy olyan kormányt, amelyik elhatározta, hogy rendezi ezt a helyzetet, mert tényleg szégyen, hogy 49. évi 20. törvénynek hívták a Magyarország alkotmányát. Ezt egyébként 2000-ben javasolta a kormány, de ugye akkor sem volt kétharmada, és az ellenzék nem ment bele, hogy a 2000. évi első törvény legyen akkor az alkotmány, ha már legalább nem tudunk új alkotmányt hozni, akkor legalább ez legyen, az elnevezés változom meg, még erre sem volt meg akkor a kétharmados többség. És hát itt született meg az alaptörvény, és akkor itt, hadd mondjam el a történeti alkotmány vonatkozásában, itt teljesen egyetértek, amit Varga Tibor mondott, hogy ez a szívbe írt igazság. Ez egy nagyon tetszik ez a mondat, és ez így is van. Tehát a történeti alkotmányt azt nem lehet hatályon kívül helyezni, azt nem lehet visszahelyezni a történeti alkotmányt a jogaiba. Tehát ez nagyon sokszor ezt így mondogatják, hogy vissza kéne állítani. Nem, hát a történeti alkotmányt nem kell visszaállítani. A történeti alkotmány az vagy van, vagy nincs. A történeti alkotmány, ahogy Varga Tibor mondta, a szívünkben van. Ha mi betartjuk a történeti alkotmányt, akkor van. Ha nem tartjuk be a történeti alkotmányt, akkor tök mindegy, akkor csinálhatunk akármit, hozhatunk egymás után mindenféle. Minden nap kiállhatunk a Hősök terére, vagy a parlament erkélyére, és azt mondjuk, hogy bevezettük a történeti alkotmányt. Kövessétek a történeti alkotmányt. Most vagy követjük, vagy csináljuk, vagy nem. Hát a történeti alkotmány köztudott a sarkalatos törvényekből, a szokásjogi szabályokból, és hát itt jövünk mi. Hát mi vagyunk a szokásjog. Ha mi alakítjuk a szokásjogot, akkor működik a dolog, ha nem alakítjuk a szokásjogot, akkor ezt helyettünk senki nem fogja megcsinálni. Ugye a népet nem lehet leváltani, tehát akkor ugye ez lesz a helyzet. És a jogtudomány, hát ez is, hogy végre visszakerült a jogtudomány a helyére. Tehát ez a harmadik része a történeti alkotmánynak, a jogtudománynak a megállapításai. Tehát ezek nagyon fontosak. És ugyanígy a Szent Koronát és a Szent Koronatant nem kellett visszaállítani. A Szent Korona az mindig is velünk volt, mindig is ott van. Az alaptörvény az csak konstatálja, leírja. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gyengébbek kedvéért leírja. Mint azt is, hogy odaírja, hogy a vívmányok, ez is a gyengébbek kedvéért, hogy mert jöttek olyannal, hogy akkor most visszaállítjuk a jobbátságot. Hát nem állítjuk vissza, hát már rég hatályon kívül helyezte a történeti alkotmány, azon már túl vagyunk ezeken a dolgokon. Tehát a vívmány szó az azért került be, hogy mindenki számára, még a legakadékoskodó ember számára is nyilvánvaló legyen, hogy mi a helyzet, és hogy a történeti alkotmányoknak milyen óriási szerepe van jelenleg is. Hadd fejezem ezzel az előadásomat. Az Alkotmánybíróság folyamatosan gyűjtő, most nem emlékszem a pontos számra, mert folyamatosan bővül, most is egy nem olyan rég meghozott döntésünkbe ez bekerült. Folyamatosan hivatkozik a történeti alkotmányra. És hát én ezt tartom egyiket a legfontosabb feladatomnak az Alkotmánybíróságban, mert ott nagyon sok kiváló kolléga van, akik nagyon sok mindent meg tudnak oldani, de úgy érzem, hogy nekem, aki ugye ezzel sokat foglalkozott, nekem van az a feladatom ott a 15 alkotmánybíró közül, hogy ilyen szempontból én legyek az Alkotmánybíróságnak olyan szempontból a lelkiismerete, hogy amikor a történeti alkotmány vívmányaira lehet hivatkozni, akkor én azt ne felejtsem el megtenni, és hogyha megnézik az Alkotmánybíróságnak a határozatait, folyamatosan ott vannak ezek. És melyik a legfontosabb, amiről szintén már itt érintettek? Például az Európa Unión belüli szuverenitásunk kérdése. Minden egyes alkalommal erre hivatkozunk, hogy nekünk a történeti alkotmányunknak vannak olyan előírásai, amitől nem térhetünk el, és ezért nem adjuk föl a szuverenitásunknak a teljességét az Európa Unión belül, és megőrizzük a szuverenitásunknak a lehető legnagyobb részét. Hát azt tisztában kell lenni, hogyha tagjai vagyunk valamilyen nemzetközi szervezetnek, NATO és így tovább, akkor bizonyos kompromisszumot kell kötni. Nem lehet az, hogy minden úgy történik, ahogy mi akarunk. De az se, hogy teljesen feladjuk magunkat, és teljesen ugye mások irányítsanak Magyarországot, hanem hogy mi irányítsuk Magyarországot. Ugye ezért nagyon fontos, és ezért minden egyes alkalommal például a szuverenitás kérdésénél a történeti alkotmányra való hivatkozás ott van, és erre nem tudnak mit kezdeni. Tehát erre nem, nincs ellenérv. Erre nem lehet más mondani. Tehát én ezt gondoltam nagyon röviden, tömören elmondani önöknek, és köszönöm, hogy elhívtak és meghallgattak.